Swing és jazz dallamokat hallhattak a gyerekek a Filharmónia ifjúsági koncertek előadásán március 5-én. A programnak a Művelődési Központ adott otthont. Az izgalmas zenei utazáson a jelenlévők megismerték a jazz kialakulását és fejlődését, amely párhuzamosan haladt az Egyesült Államok társadalmának és kultúrájának változásaival. Megtudhatták azt is, hogy a jazz mindenekelőtt az afroamerikaiak által az új világban életre hívott zenei hagyomány, amely bár sokat formálódott a története során, a sajátos lüktetése, üzenete közel állhat mindannyiunk szívéhez. A Budapest Jazz Orchestra zenészei elvarázsolták, ámulatba ejtették a böszörményi tanulókat. Bebizonyosodott számukra, hogy a jazz műfaja egyáltalán nem áll ettől a korcsoporttól sem távol. Az előadás tulajdonképpen a jazz néhány olyan időszakát jeleníti meg, ahol a fejlődés nyomon követhető. Az első, amit bemutatunk, az Louis Armstrong és a Dixieland kora. A második, amit bemutatunk, az a swing, 20-as, 30-as évek, és aztán ezután játszunk még egy bebop kompozíciót, Charlie Parker, Miles Davis közös felvételét, és utána megmutatjuk a jazz, hogyan integrálta a népzenéket magába, itt egy latin jazz kompozíció követi, és a legvégén pedig azt, hogy ma hogy szokták a nagyon régi számokat feldolgozni, itt Gershwin Summertime-ja fog elhangozni, Schreck Ferenc harsonázik, Juhász Attila zongorázik, Hárs Viktor bőgőzik, Serei Dániel dobol, és Kolman Gábor szaxofonozik az előadáson. Az énekesnő pedig Urbán Orsi. Mit tapasztalnak, mennyire fogékony az ifjúság? Ha jól sejtem, a mai napon már több koncerten is túl vannak. Így van, hát a fiatalok azok nagyon nyitottak a jazzre, mert nincsenek prekoncepcióik, tehát akadály nélkül megy át ez a hangulat a gyerekekbe, és rendkívüli módon élvezik és inspirálja őket. Önöket művészként mennyire befolyásolja ez a fajta gyermekközönség egyébként? Hát ez elsősorban egyébként a közönségnevelésről szól, illetve arról is, hogy a jazznek megmutassuk, hogy különböző stílusai vannak, tehát ha valaki valamelyikkel nem szimpatizál, könnyen lehet, hogy valamelyik másikkal fog. És az, hogy gyakorlatilag milyen korú a közönség, hát oda kell egy picit figyelni nyilván, hogy az ember olyan nagyon messzire nem kalandozik el a szólóiban, de ugyanúgy játszunk most is, mint máskor.